mi is a választás tétje. Ha ezt a két szót kimondja az ember, akkor olyan nagy dolgokra gondol, és akkor jól teszi. Mert valóban a választás tétje 2018. április 8-án, vasárnap, rendkívüli. Azt lehetett látni, hogy 2010-ben a Fidesz-KDNP, amikor átvette az ország kormányzását, egy csőd céle felé tántorgó, eladósodott országot, eladósodott önkormányzatokat és eladósodott lakosságot kaptunk. Amellett magas volt az infláció, nem volt gazdasági növekedés, és nyilvánvaló volt az is, hogy arra vártak a levitézlet baloldali liberális politikusok és azok támogatói, Európa Bizottság, az Európai Unió és más egyéb támogatói jelleget felvevő politikai vagy társadalmi erők, hogy mi hamarabb megbukik ez a kormány, és új választást írnak ki már 2010 végén, 2011 elején. Ezt minden jel igazolta, például nem kaptunk halasztást a Maastrichti követelmények, azaz a költségvetési hiány 3% alatt tartása tekintetében, hanem rögtön követelték tőlünk. A liberál-bolsevista kormány több éven keresztül tartotta a költségvetési hiányt 7-8%-on, és akkor semmi baja nem volt az Európai Bizottságnak velük. Tehát ekkor így vettük át a kormányzást. Ma ott tartunk, hogy megszabadítottuk a lakosságot arányos módon, mindenkinek felelősséget kellett a maga tettéért vállalni, a bankoknak, az államnak és a hitelfelvevőknek, a deviza hitelezés csapdájától. Megszabadítottuk az önkormányzatokat hatalmas összegű adósságaiktól, csak Érden meg Törökbálinton is meghaladta 10 milliárd forintot önkormányzati adósság együttesen, és elindítottunk egy olyan gazdasági programot, amely átlátható módon a munka világát teremtette meg, a munkára építette a magyar gazdaságot, és nem a spekulációra, és nem az ügyeskedésre. Sikerült a nyugdíjakat is szinten tartanunk, értékkövető módon. A magyar családok megélhetését is jelentősen növeltük a minimálbér emeléséből származó általános bérfejlesztésekkel. Csökkent a munkanélküliség, ma már szinte mindenki tud dolgozni Magyarországon, aki akar. Nőtt a foglalkoztatottak száma ezáltal. Több mint 10%-os reálbérnövekedés ment végbe az országban. Talpra állítottuk a gazdaságot, és talpra állítottuk az embereket is a 2010 előtti világgal szemben, amikor beismerő vallomásuk szerint úgy kormányoztak, hogy nem csináltak semmit évekig, hazudtak reggel, éjjel és este. Ezzel szemben 2010 után egy olyan stabil Magyarország képe jött létre, amely stabil Magyarország bátran vehetett részt az Európai Uniós folyamatokban, bátran végezhette el azt a történelmi feladatot, hogy végrehajtsa a közjogi értelemben a nemzetegyesítést, és bátran léphetett fel egy olyan kormányzási, olyan alkotmányos rend kialakításában, amely minden magyar ember érdekét szolgálja. Ennek is nagyon fontos alapvetései vannak. Ha belegondolunk a 2011-ben elfogadott alaptörvényünkre, akkor azt láthatjuk, hogy először mondtuk ki a magzati élet védelmét, először mondtuk ki, hogy a házasság az egy férfi és egy nő tartós kapcsolata, először mondtunk ki a engedélymentességet a mezőgazdaságban, először mondtuk ki alkotmányos szinten a biodiverzitás fontosságát és a környezet és a természet védelmének alkotmányos alapelveit. Ilyen stabil, történelmi értelemben is ezer évet átfogó alaptörvénye nagyon kevés országnak van, emlékeim szerint egyiknek sincs még Európában, talán a lengyeleké közelít hozzá. Ezek az alkotmányos alaptörvényi alapok segítettek minket abban is, hogy amikor a liberális, nihilista és sorosista erők megtámadták Magyarországot,
akkor meg tudtuk védeni magunkat. Ehhez az kellett, hogy ne legyen IMF, külső eladósodottsági függőségünk, és erős gazdasági alapunk legyenek, és az alaptörvényen eredő morális megerősítésünk is meglegyen. Ma újabb támadás ér minket. Nyilvánvaló, hogy a jogállami kritikákat azt kivédtük, a újabb támadás az pedig a tömeges bevándorlásnak a biztosítását várják el Magyarországtól. Soros jelöltjei a mai választásban, tehát a vasárnap bekövetkező választáson itt lesznek velünk szemben. Soros jelöltjei végig támogatják a migrációt, végig támogatják a nemzetállamok lebontását, mindig támogatják az IMF-től való függést, mindig támogatják azt, hogy Magyarország ne legyen Magyarország. Ők abban gondolkoznak, hogy akkor jó Magyarországnak, ha másoknak is jó, azaz azoknak az erőknek, amelyek világuralomra, kozmopolita alapon világuralomra törnek, és ezáltal elveszítik a nemzetek karakterüket, örökségüket, öntudatukat, és gazdasági és politikai függetlenségét. A Magyarországon ma a választás tétje az, hogy meg tudjuk-e védeni értékeinket. A Fidesz-KDNP jelöltjei meg fogják védeni Magyarországot, amennyiben bizalmat kapnak az országgyűlési választásokon. Soros jelöltek el fogják veszélyteni Magyarországot. Ez a vasárnapi választás tétje. Meg kell akadályoznunk azt, hogy Magyarország bevándorló ország legyen. Mindenki látja, hogy Nyugat-Európa úgymond elesett, szinte mindennaposak a terrortámadások, az őshonos lakosság menekül a városokból, az őshonos lakosság egyre több helyen kisebbségbe kerül, gondolok itt a közoktatásban is, Bécsben ma már több migráns hátterű gyereket iratnak be az általános iskolába, mint eredeti osztrákot vagy európai keresztényt. Svédországban azt mondják a migránsok, hogy nem kell nekik megtanulni svédül, elég, ha a jelenleg még többségben levő svédek tanulnak meg arabul. Nem hagyhatjuk, hogy ez Magyarországon is bekövetkezzen, nem hagyhatjuk, hogy mások döntsenek Magyarország helyett, mert nekünk Magyarország az első, az a Magyarország, az az ezéves haza, amit hibáival, erényeivel, mindenével együtt szeretünk, mert mi magunk vagyunk Magyarország. Amikor Magyarország sorsáról döntünk, akkor minden egyes választópolgár a személyes sorsáról dönt. Amikor a személyes sorsáról dönt, akkor minden egyes magyar állampolgár a jövőjéről, gyerekei, unokái jövőjéről is dönt. Nem mindegy, hogy unokáink, gyermekeink milyen világban nőnek föl, kisebbségben lesznek, arra lesznek kárhoztatva, hogy felejtsék el őseik, elődeik hitét, felejtsék el hagyományét, felejtsék el azt a virágzó és értékteremtő magyar kultúrát, amit mindannyiunk felnövekedtek. Mert Magyarország itt Közép-Kelet-Európában a történelem azt mutatta meg számunkra, értékteremtő, értékhordozó ország, hasonlóképpen más közép-kelet-európai országokkal és nemzetekkel. Nekem az a véleményem, és nem véletlen, hogy a visegrádi országok, a V4-ek ebben a kérdésben egyetértenek, és a mi választási sikerünk, tehát a Fidesz-KDNP választási sikere, a segíti megvédeni nem csak Magyarországot, hanem Európát is. Mi minden áron azt szeretnénk, hogy Magyarország megmaradjon Magyarországnak. Arra kérek minden választópolgárt, aki felelősséget érez hazájáért, hazája múltjáért és hazája jövőjéért, akkor a választáson, azaz 2018. április 8-án vasárnap 2x-szel szavazon a Fideszre. Ennek az lesz a folyamánya, hogy Magyarország megmarad Magyarországnak.